kedves naplóm, hideg sonka volt a vacsora, sült kruplival és krémes, amit Tinti nagyon felségesen csinál. Aztat hiszem, még soha ilyen jól nem ízlett, és ettem utána egy nagy kalácsot. Nem tudok rendszeresen iskolába járni, mert Károlykával készülünk az ünnepségre. És képzeld, egyszer csak Mirnix Dirnix beállított Szembácsi hozzánk vizitbe. Festi a haját, mert öreg és hiú, és a kopika festék, a haja hol zöld, hol lila, meg sárga, és néha újra fekete. A nő vérei minden alkalommal megtapsolják. Szembácsi nagyon gazdag, és a pénzét rám fogja hagyni. És süket, mint az ágyú. Közelről bele kell kajapálni egy trombitába, hogy halljon. De képzeld, ki tudja venni a száját, és beletesz egy pohár vízbe, ha alszik. Na de ilyet? Anyika azt mondta, jól viseljem magam, amíg itten van, mert én leszek az örökös, és ó, beszeretném, ha kicsit összeszedném magát, és hamar meghalna, mert rögtön megvenném a pónit. Másnap papa kérdezte, hol van Szembácsi. Miért nem jön reggelizni? Tinti azt mondta, Szent Isten, bevetettem az ágyba Szembácsit. Hanem hát, hiába mondta Annyika, hogy vigyázz, Gyorgyi, nehogy megint bolondot csinálj, menj szépen játszani, amíg Szembácsi sziasztázik. De én kíváncsi voltam, tud-e beszélni a bácsi szája, ha kihorgászom a pohárból? Sikerült! És akkor gondoltam, beszélek vele bizalmasan, de nem állt szóba velem, gondoltam, kicsit haragszik, de ilyen egy peket! Berohant Fifi, és bekapta a száját, mert az itt egy csont, és elszaladt vele. A kutyák nem gondolják ilyenkor, hogy milyen bajt csinálnak. Én utána, mert komolyan féltem, hogy a bácsi fölébred, és nem tud mivel kiabálni. De Tinti már bőgött ismét egy oroszlán. Segítség! Segítség! A kutya megveszett és vicsorít és isztérikázik a ruhaszárítón. De szerencsére Fifi engedte, hogy elvegyem a szájat tőle, és óvatosan megpróbáltam visszaereszteni azt a bácsi fejnyílásába. Eresztettem lejjebb és lejjebb, a karom már egészen elfáradt, amikor Szembácsi horkantott egyet, a buta horog beakadt a nyelvibe véletlenül, és akkor ijegységtől megpróbáltam a horgot kihúzni. Ó, hogy bömbölt a bácsi, mint egy sakál. Tinti a konyhából berohant a szobába, és úgy nézett rám, mint egy óriás kígyó. Te semmire való kegyetlen, istentelen komiszkölyök! Hogy jutott eszedbe, hogy szegény nagybátyádat így csuffáted? Meg is halhatott volna a te komisságod miatt, hiszen süket, öreg és gyenge! De szerencse a doktor kivette a horgot délután, hanem hát csak kását és téját ihat egy darabig. El is költözöm a szállodába, aztat kiabálta. Egy centet sem hagyok erre a büdös kölökre, mindent az öregeket gyámolító otthonra hagyok. Hurrá! Itt van július 4-e, a függetlenség ünnepe. Lesz tűzijáték, meg fáklyásmenet, és már egy hete gyűjtjük Károlykával a durranó békákat, amitől a lejányok és más nőszemélyek ugrálnak és hisztérikáznak. Óriási hangzavar, nagy tolongás, trombitálás, dobolás, és katonák maséroznak, és maséroznak, ágyuk dörögnek. Igen, lehangolt vagyok, hogy nem láthatod mindezt, és milyen szerencse, hogy Szembácsi süket. Meg kell neked mondjam, kedves naplók, igen sok kiadásaim voltak a rakéták meg a röppentjük miatt, de még szerencs, hogy minden nap viszek kétszer levelet Bettinek az udvarlójától 10 centért. Mi is szerettünk volna ágyúzni egyet, de nem engedték sajnos, még jó, csak itt a látnivaló. Dolga van egy kisfiúnak a nagy tolongásban, ott a bábszínház, ami olyan nevetséges, hogy egyszerűen nem is lehet leírni a lapjaidra. A lányok kánoznak neglizsében. Ezek feslet lányok, mondta Tinti, úgyhogy te is tudjad. A felnőttek olyan egy buták, azt hiszik, a kisfiúk kiadnak fél dollárt, hogy lássák, hogy a felnőttek verekszenek és egymást szekérozzák. Édes naplóm!
Ha egyszer véletlenül király leszek, minden héten lesz július 4-e, az biztos! Szép új városházában Károlyka papája a gondnok. A pincébe tartják a tűzi játékokat is, mert tavaly a kaszárnyába volt, de az leégett, sajnos, és éppen arra járt Károlykáék macskája. Rákötöttük a röppentyűt a farkára, de a cicának felmondták az idegei a szolgálatot, és súgy, a buta lerohant a pincébe. Na de ekkora ribilliót! Anyika nagyon örült, hogy semmi bajom nem lett, mert hallotta a nagy durranást. Még szerencse, hogy a polgármester megtalálta zsebóráját, amit a jubileumra kapott. Hanem hát itt le is ereztem a függönyt. A papa azt mondta, ilyen szép tűzi játékot még sose látott a város. És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjuk!